Kedves nézőink, mai alkalommal gyümölcslevest fogom készíteni, mely nagyon sokféle gyümölcsből készíthető, attól függően, hogy az évnek mely szakába csináljuk. A mai alkalommal almából, őszi baracból, szilvából és körtéből fogjuk elkészíteni. A gyümölcsöt először meghámozom. Tisztítottam, utána feldarabolom, eldarabolom az edénybe. Az almát és a körtét beledaraboltam a fazékba, és felteszem fölni vízbe, a szilvát és a barackot pedig később fogom föltenni, hogy ne följön szét. Rakok még bele egy kis sót, cukrot és egy kis fahéjat. Addig egy kis lisztet, egy pohár tejföllel összekeverek a Balázsnak. Hogyha megfőtt a gyümölcsöm, akkor behavarom. Szűrővel leszoktam szűrni, hogy nehogy becsomósodjon a levesem. És most teszem bele a szilvát és az őszi barackot. És megvárom, hogy fölforjon a leves. Elkészült a levesem, akkor leveszem a tűzről, kihűtöm, és hidegen fogyasztom. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Ez az ananászos pulykamellnek a elkészítése. Kiklopott pulykamelleket előmelegített vajba pirosra megsütjük mindkét felét. Amíg a hús sül, közben a mogyoróburgonyát frittóba megsütjük. Zöldségeket megfőzzük, és krumplipüré lesz hozzá.
amikor pirosra megsültek a húsok, berakjuk az ananász karikákat, egy kevés lével felöntjük, és akkor addig pirítjuk, amíg nem karamellizálódik a ananásznak a leve. Kevés húslevessel felengedjük, és készre pároljuk az egészet. Tehát a zöldségeket nem kell sózni, ugyanis vízköz fölött pároljuk őket. Nem sózzuk, így a bent marad minden ilyen tápanyag, meg vitamin, hanem egy kevés vegetával ízesítjük csak. Közben elkészítjük a díszt, paradicsomból rózsát készítünk. Készítjük a köretet, álláskor a közepébe egyszerűen teszünk. Nézőink. A mai alkalommal zöldséges pizzát fogunk készíteni. Először is veszünk 5 deka élesztőt, azt egy kicsit tejben felfuttatjuk, majd 30 deka lisztet, egy evőkanál olajat, az élesztőt és egy kis sót összekeverünk és kidolgozzuk. Majd kelni hagyjuk. Hogyha megkelt a tészta, akkor tepsibe tesszük. Kimargarinozott tepsibe teszem. Kinyújtom így a tésztát a tepsibe. Öntök rá ketchupot.
zöldséget teszek rá, amit előzőleg vízbe egy kicsit megfőztem, de lehet gombával készíteni, vagy bármi mással. Ezt is szétegyengetem. Ezután pizza fűszerkeverékkel szórom meg. Sajtot szórok rá. Beteszem a sütőbe. Hogyha megsült a pizza, akkor kiszedjük a sütőből, felvágjuk. Melegen fogyasszuk, még lehet rá ketchupot rátenni ízlés szerint. Nagyon finom, tápláló eledel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Kedves nézőink, a mai alkalommal rakott zöldbabot fogunk készíteni, amit hús nélkül készítünk. Lehet szójagranulátummal, vagy pedig gombával. Amihez szükségünk van, 60 dek a zöldbabra, 10 dek a szójagranulátumra, egy fej vöröshagymára, 3 tojásra, 2 pohár tejfölre, sóra, egy kis majorannára és olajra. A szójagranulátumot már előző este sós vízben, sós majorannás vízben beáztatjuk. A zöld babot sós vízbe megfőzöm és leszűröm. A vörös hagymát megtisztítom és olajba megpárolom. Akkor a hagymát megdinszteltem, beleteszem a szójagranulátumot. Kis majorannát teszek még hozzá. És fedő alatt egy kicsit párolom. A tejfölt, a 2 pohár tejfölt beleteszem egy tálba. Beleteszem a 3 tojást is. Teszek be egy kis olajat, és egy csipet sót,
Ezt összekeverem. Megpároltam, leveszem a tűzről. Teszek bele egy evőkanál piros paprikát. És hozzáteszem a rizsát, amit előzőleg sós vízbe kifőztem és leszűrtem. Ezt összekeverem. A zöldbabot is megfőztem sós vízbe, és az egyik felét a tepsi aljára szétszórtam, és erre ráteszem a szójás rizsát. Ha ezzel meg vagyunk, akkor a tetejére szórjuk a zöldbab másik felét. És a tejfölös tojást öntjük rá a legvégén. Készíthetjük szója helyett gombával is, akkor fél kiló gomba kell hozzá. Ha ezzel kész vagyunk, akkor betesszük sütőbe és megsütjük. Hogyha elkészült a zöldbab, frissen kenyérrel vagy kenyér nélkül fogyasztható, nagyon finom, tápláló eledel, próbálják ki, és biztos, hogy nagyon fog ízleni önöknek. Jó étvágyat kívánok! Kedves nézőink, az elkövetkezendő néhány hétben olyan finom és egyszerű ételek elkészítését szeretnénk bemutatni, amelyek szükségesek a mi egészségünk érdekében. A mai ember nagyon sok húst eszik. Minden étkezésnél ott van az asztalon a hús valamilyen elkészített formában. Tudjuk, hogy nem jó a mi szervezetünknek, ha nagyon sok húst eszünk, és ezért szeretnénk segíteni önöknek. Mai alkalommal a gyümölcssaláta elkészítésével foglalkozunk, de lesz szó a reggeli ételféleségekről, a szójafélékről, sajtkolbászról és más finom ételekről. És a mai alkalommal a gyümölcssalátát fogjuk elkészíteni. Nagyon sokféle gyümölcsből lehet készíteni, az ízléstől függ,
Mi ma 4 szem almából készítjük, 2 narancsból, 2 kiviből, 2 banánból, cseresznyebefőttet rakunk bele, ananászbefőttet. Először a 4 almát meghámozom. Megpucolt almát eldarabolom. Akkor most a narancsot megpucoljuk, és ezt is beledaraboljuk a tálba. Most egy kicsit megkeverem. És akkor megtisztítom a banánt, és ezt is belevágdossam. Ezt is egy kicsit megkeverem. Most a 2 kivit tisztítom meg, és ezt is belevágom. Ezt most megkeverem. Hozzáteszem a ananászbefőttet. Újból megkeverem. És a végén kimagozom a cseresznyét, és ezt is hozzáadom. Ezt újból megkeverem. És amikor esszük, akkor lehet ízlés szerint megszórni mézes műzlivel, lehet kókuszt, reszeléket rászórni, akkor gyarapíthatom egy kis mandulával, dióval. Kis mazsolát rakhatok rá. És így nagyon tápláló, könnyű vacsorának is megfelel, mert mindenféle vitamin van benne. Ez az étel nagyon könnyen elkészíthető, könnyen emészthető, és mindenkinek ajánlom, mert mindenféle vitamin, ami szükséges a mi szervezetünknek, az benne van. Próbálják ki önök is, kóstolják meg, és biztos, hogy nagyon fog ízleni, és meglátják, hogyha így étkeznek, sokkal egészségesebbek lesznek. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!